Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Mai misét elhunyt Teréz édesanyáért ajánljuk fel. Szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te megnyitod a mennyország kapuját azoknak, akik újjászülettek vízből és szentlélekből. Növeld híveidben a keresztségi kegyelmet, hogy bűneinktől megtisztulva elnyerjük javaidat, amelyeket atyai jóságoddal ígérsz nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Elítélésekor István diakónus így szólt a néphez, a papokhoz és az írástudókhoz. Ti kemény nyakúak, ti érzéketlen szívűek és fülűek. Mindig ellenálltok a Szentléleknek ti is, akárcsak atyáitok. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Megölték mindazokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek.
ti pedig árulói és gyilkosai lettetek neki, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a mózesi törvényt, de nem tartottátok meg. Miközben hallgatták, dúltak, fúltak, és dühükben fogukat vicsorították. Őt azonban eltöltötte a Szentlélek, fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: látom a megnyílteget és az emberfiát, ahogyan az Isten jobbján áll. Erre ordítozni kezdtek és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruháikat. Miközben megkövezték, István felfohászkodott és így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik bűnül. Amint ezt kimondta, halálba szenderült. Saul pedig helyeselte meggyilkolását. Ez az Isten igéje. Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből: hadd lássuk, milyen csodát teszel, hogy higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: égből való kenyeret adott enni nekik. Jézus így felelt: bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak. Uram, kiáltották, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus így válaszolt: én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.
Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ahogy elhangzott a Szent Leckében, amikor is István diakónus beszél, és azt mondja a zsidóknak, hogy ti kemény nyakúak, ti érzéketlen szívűek és fülűek, hát ez nem csak akkor volt elmondható a zsidókra, hanem ebben a történetben, amit most hallhattunk, itt is igaz ezekre az emberekre, akik ott jelen vannak Jézus körül. Mint említettem tegnap is, hogy tulajdonképpen János evangéliumnak 6. fejezetéről lesz szó ezen a héten, és hát az élet kenyeréről beszél Jézus a kafarnaumi beszéde, ha lesz hallható minden szent misén az evangéliumi részletben. Mint tegnap említettem, Jézus hitet követel a hallgatóságtól. Ehhez viszont le kell küzdeniük a hamis messiás várást, a hamis képet, ami a messiásról bennük kialakult a történelem során. El kell rugaszkodniuk a földies gondolkodásuktól. Erre megkérdezik tőle, hogy mit tegyenek, mire ő azt válaszolja, hogy Istennek azt tetszik, ha hisztek abban, akit küldött. Erre elérkezünk ugye a mai evangéliumi részlethez, csodajelet követelnek tőle. És azt mondják neki, majd akkor hiszünk neked. Nem volt elég a sok gyógyítás, nem volt elég a sok csoda, amit tett, az ördögűzések, úgymond a szabadítások. Nem volt elég a kenyérszaporítás, ahol legalább 5000 embert táplált, és csak a férfiakat számolták össze. Még ekkor is jelet követelnek, csodát követelnek tőle. És amikor az Isten, Atya gondoskodásáról beszél, az Atya szeretetéről, amikor azt mondja, Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, még ekkor sem tudják Jézus gondolatait követni. Még mindig csak valami földi táplálékra gondolnak. Még mindig a hasukat búsulják ezek az emberek. Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Kérésüket ki lehetne egészíteni azzal, hogy ne kelljen fáradoznunk a mindennapi kenyérért, betevőért. Hadd menjünk haza, üljünk le a fotelbe, és a sült galamb repüljön be a szánkba. Még itt is olyan messiást várnak, aki az ő elképzelésük szerint jelenik meg és cselekszik. Aki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Aki minden földi elképzelésüket és vágyaikat kielégíti. Válaszként egy abszolút kijelentést tesz Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Ez olyan abszolút kijelentés, mint amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Itt még nem az oltári szentségről beszél, hanem a hozzávaló közeledésről, a belévetett bizalomról, a hitről. Vagyis még mindig a hitről beszél. Hozzámenni azt jelenti, hittel kell őt befogadni, és azonosulni kell vele. Mert hát egy kereszténynek Jézus Krisztussal kell azonosulnia. A fájdalmakban, a megpróbáltatásokban, a mindennapi nehézségekben is Jézussal kell azonosulni. Nem csak az örömben és a boldogságban. Aki befogadja őt, annak számára ő étel és ital lesz. Ő azt az örök életet közvetíti, ahol már az embernek nincs szüksége semmi földi dologra. A földi dolgokkal kapcsolatban már nem gyötri az embert semmiféle éhség vagy szomjúság, magyarul semmiféle vágy. Nem egy érzéketlen ember típusról van itt szó,
hanem egy olyan emberről, aki már el tudja engedni dolgokat a kezéből, aki már nem ragaszkodik mindenféle csipcsúp dologhoz. Mert ha Istenbe kapaszkodik Jézus Krisztus által, akkor minden vágya kielégül, akkor nincs szüksége senkire és semmire, mert megkapta azt, aki mindent megadhat neki, aki teljesíthet és betölthet mindent az életében. És amikor az ember eléri úgymond ezt a szintet, akkor azt mondhatja magáról, hogy igen, neki már nem kell közeledni Jézushoz, hiszen már ott van egész közel hozzá. És Jézus adja neki azt a kenyeret, amelyre tulajdonképpen minden egyes ember vágyódik. Most az, hogy milyen úton, módon keresi az ehhez a kenyérhez való hozzájutást, az megint egy más kérdés. De aki eléri ezt a szintet a Jézus Krisztussal való kapcsolatban, akkor annak már nincs szüksége semmi földi dologra, mint mondtam, és az már tulajdonképpen eszi azt a kenyeret, amely az örök életet adja neki. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társakért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységért, a pogányok megtérésért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömöt okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány.
Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé. Halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és higgyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Váldozat ügyeljük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, ami ellen örülsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elvétkezőnknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem. Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk. Alleluja. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek